Kipróbáltuk az önök ízlését. 23 évig volt arra, hogy felépítsék a saját kultúrájukat. Így születtek a valóságsók, a szappanoperák, a Bundesliga frizura, a Pankráció, a Romeo és Julia musical, a gyermekszépségversenyek, Michael Flatley, világslágerek Pánsípra és Okarinára, a hitvány ejtőernyős Elvis imitátorok, a Makkos cipő és Richard Klederman. Az önök ízlése leszerepelt. Átvesszük az ügyet, és hozzálátunk a kármentéshez. Ez az önkényes mérvadó a Spirit FM-en. Kedves hallgatók, szervusztok az önkényes mérvadóban. Csizi Ágival találkozhattok ma, Puzsér Robival és Horváth Oszkárral. Az SMS számunk 0630 011 0725. Az HBO propaganda filmjéről, az Ellen kontra Ferróról szeretnénk beszélgetni. Azért ezt a sorozatot megnézve azt elmondhatom, hogy többet tudok, mint előtte tudtam, de azt nem, hogy bárkit el tudnék ítélni, vagy épp fel tudnék menteni. Ez tipikusan az az ügy, amelybe én érzelmi alapon nem állnék bele kardoskodni bármelyikünkért, és az a durva, hogy ezt az elmúlt 30 évben nem tudtam ezt az oldalválasztást megtenni, és most sem vagyok beljebb. Amit mindenképpen megtudtam, és érdemes erre odafigyelni, hogy az 1992-es nyomozásból nem lett per. Az ügyész kijelentette, hogy hisz Dylannek, Woody Allen nevelt lányának, de őrá való tekintettel, a lányra való tekintettel, mivel a tanúvallomást traumatizálná, nem emel vádat. Tehát egyrészt nincs egy felmentő bírósági ítélet, mint ahogy a legtöbben gondoljuk, vagy ahogy így ezt tudod, ilyen felületes olvasásra az emlékezetedben megragadt. Másrészt nem tudom, hogy szakértői vizsgálattal vagy felvétellel el lehetette volna indítani egy vádat úgy, hogy akkor tanúként nem hallgatják meg a lányt, vagy ez kevés volt. Az kérdéses, hogy ez az ügyész elvégezte a munkáját, mert szerintem nem, és vajon a munkája helyett ez a PR tevékenység eszközének levés, ez mennyire etikus, akár akkor, hiszen ott is már ott tett egy olyan sajtótájékoztató nyilatkozatot, hogy hát akkor nem, én hiszek a lánynak, de hát nem indítunk, vagy nem emelünk vádat, vagy akár most, vajon érdeke van, vagy inkább vezekel. Olyanokkal operál ez a film, mint aki hazudik, az lop is, hogy ha tudod, nem mondom meg, hogy felvételt készítek a beszélgetésre, akkor nyilván embert is öltem, vagy aki 20 évessel randizik, az nyilván 12-vel, az nyilván 6-tal, az nyilván 3-mal. Én nem érzek elég inputot ahhoz, hogy Woody Allent felmentsem, csak azért, mert szeretem. Mint ahogy nem tudom, mi a Ferrót őrült manipulátornak bélyegezni, viszont rettenetesen felelőtlennek annak, igen. Ő úgy vállalja a gyerekeket, mint ahogy más terápiásan webáruházat látogat és vesz egy táskát, és ezzel mindegyikükre egyre kevesebb figyelme jutott az életben, amiről azért majd még beszélünk. Tehát itt 1992-ig is 10 gyermeket vállalt, majd jött ez a botrány, és akkor még hát vállalt 4-et, akikből 3 már nem él, és mindegyikük olyan önpusztító élet miatt lelte a halálát, vagy akár vetett véget az életének, amely következik ebből a családi háttérből. Mindkét oldal megvádolja a másikat azzal, hogy ezt vagy azt a gyereket ellene hangoltak, ez talán természetes. Számomra összesen annyi biztos ennek a megtekintése után, hogy ez a két ember családként való működést tekintve rettenetesen rosszul funkcionáló ember. Te azt mondtad, hogy propagandafilm, és utána pedig, mintha olyasmit mondtál volna, ez szöget ütött a fejembe, hogy többet tudtál meg, mint eddig mindkét oldalról. Igen. Hát hol a másik oldal? Nekem a leginkább bicskanyitogató és felháborító ebben a dokumentumfilmként, vagy dokumentumfilmsorozatként apostrofált propagandafilmmel, hogy az egyik oldalról tudunk meg mindent, az egyik oldalról a Ferromány bemegy, ő a csodálatos anya, ő a hát azért... Nekem ebből itt sem azért, tűnt úgy. Nekem abszolút. Hiába ülhetett ott a vágásnál, gondolom. Nekem abszolút, de jó, akkor ez lehet ízlés kérdése, de akkor foglaljuk össze, hogy egyáltalán miről van szó. Olvasgattam egyébként kommenteket is a film megjelenése, vagy a dokufilm megjelenése után. Hát akkor már mindent tudsz. Még mindig nem válik ketté az emberek fejében az, hogy Woody Allen kapcsán kettő probléma, vagy kettő botrány van. Probléma aztán ennyi kifejezés. Egyrészt, hogy összejött Maya Farrow-val,
a nőbe is, vagy a saját tájékoztatása alapján is úgy, hogy ő nem kíván ezeknek a gyerekeknek az életében részt venni, nem is akar ott lakni, és lakott ott, oda ment napközben, aztán hazament aludni, és később, évekkel később összejött Szunyi nevű, akkor 18 év körüli nevelt, Májafáról nevelt lányával. Ebből lett az egyik botrány, hogy hát ez mégiscsak milyen felháborító, hogy tulajdonképpen a saját gyerekét ő elvette feleségül. Ez nem igaz. Több szempontból sem, nem is az ő nevelt gyereke volt, nem is éltek együtt, mindegy, erre ki fogunk úgy is térni a későbbiekben, de van ez a, ez a botrány. De jelen volt, hogy... tehát hogy állítólag nem foglalkozott ezekkel a gyerekekkel, szinte hidegen hagyták, ami persze nem feltétlenül igaz Dylan esetében. Valószínűleg. És mondjuk akár Szunyinek az esetében is, mondjuk 10-12 éves korában semmilyen kapcsolata nem volt vele, hát azért 17 éves korától barátságon keresztül, akárhogy is ebből kapcsolat, ez és most van, már 30 és a mai éve napig tartó vannak, házasság lett. Na de, tehát... na de, azért ez egy, akkor is, ha ez nem, hogy mondjam, nem a gondozásodra bízott, hivatalosan elvállalt gyerek, akkor is egy olyan hátteretek van, hogy 5-6 éven keresztül te egy bizalmat építettél, ő rád úgy nézett, mint a felnőttre, tehát ez, igen, azért ez egy erről, visszaélés. Jó, erről biztos, hogy fogunk még a későbbiekben is hosszan beszélni, és igen, ez fölvet kérdéseket, de az egyik része a botránynak ez, aha, ami pedig még inkább a filmben a központi elem, az pedig az, hogy a Dylan nevű közösen örökbefogadott kislányt, aki tényleg ő csecsemőkorától kezdve apjaként és saját gyerekeként volt viszony a kettőjük között elvileg, őt molesztálta 7 éves korában, vagy talán még korábban is, és ezzel mentek tulajdonképpen feljelentést tenni, ezzel a pedofil, családon belüli erőszak, molesztálás probléma körre. Ez itt a kettő központi eleme a filmnek, ami köré fölépül persze az egész sztori, megszólalók és így tovább. Erről láttunk 4x1 órát. Csak hogy. Megjött Robi. Csak hogy ez a Dylan, aki a Woody Allennek a lánya, ugye, akit a Woody Allen a örökbefogadott, a Mia Farrow-val együtt, ez 7 éves volt, amikor a Mia Farrow mesztelen képeket talált Sunyiről, a Woody Allennél, a Sunyiről, az ő lányáról, akinek nem a Woody Allen volt az apja, hanem a Mia Farrow korábbi férje volt a Sunyinek az apja. Hát az örökbefogadója. Örökbefogadó apja, igen, ugye, igen. Igen, így. Na most a helyzet az, hogy ez a Dylan, ez 7 éves volt, amikor a Mia Farrow megtalálta ezeket a mesztelen képeket, és tulajdonképpen leleplezte ezt a titkos viszonyt a pasia, mert ugye nem voltak házasok, illetve a nevelt lánya között. Néhány héttel később a Mia Farrow-nak az állítása szerint, illetve a Dylan Farrow-nak az állítása szerint, néhány héttel később, hogy ezeket a mesztelen képeket megtalálja Mia Farrow, sor kerül erre az ominózus 20 percre, amikor Dylan Farrow és az apja, Woody Allen, 20 percen keresztül eltűnnek a padláson. Igen. Ez a 20 perc, ez a vád Woody Allennel szemben. Tehát csak hogy értelmezzük. Felnevelsz egy gyereket 7 éves koráig. A megrontás föl sem merül. A gyerek 7 éves koráig. Majd a család széthullásának a pillanatában, amikor az anyuka, azt hiszem, hogy azért érthető módon meggyűlöli az élettársát, a Woody Allent, a család széthullásának a pillanatában 20 percre pedofillá változik. Így működik ez? Életszerű ez? Ilyen volna a pedofília? Így működik? El tudjuk ezt hinni? És utólag az egész film nagyjából ezért borzalmasan manipulatív. Nekem kifejezetten forgott a gyomrom rengeteg résznél, és nem azért, mert ne tudnám elképzelni azt, hogy ez megtörtént, bár személy szerint inkább tartom valószínűleg azt, hogy nem történt meg, de utólag visszaemlékeznek, hogy hát tulajdonképpen már 2 éves korában, ha jobban belegondolok, milyen gyanús volt. Ja. Már 3 éves korában. Ja. Tehát úgy képzeljétek el a filmet, ha még nem láttátok, hogy tele van, tel is tele van videófelvételekkel
a családról, ahol Woody Allen tulajdonképpen a filmben ő szerepel, megszólalni nem szólal meg, mert nem kérdezték külön, meg őt időben. Nem szólal meg, viszont az életrajzi könyvéből egy másik személy, tehát egy férfi narrátor fölolvas. Igen. De bejátszák ezeket a videófelvételeket, de olyan szinten befolyásolja az embert, hogy ha lenémítva néznéd, akkor azt látnád, hogy milyen aranyos, ahogy az apa játszik a kislányával. Mert azért nagyjából nyilván ilyen ártatlan jelenetek vannak, hát nem mentek fel a padlásra kamerával. Tehát hétköznapi családi jelenetek, csak hogy amikor alatta a drámai és vészjósló zene szól, és közben lassítják a felvételt, és amikor úgy merevítik ki a képet, hogy hú, tényleg, mintha már itt is úgy nézett volna a kislányára, hát azt szerintem több mint gusztustalan. Főleg az, hogy nem szólal meg senki a másik oldalról, tehát fel van vonultatva a nő minden családi barátja, minden olyan újságíró, aki vele szimpatizál, mindenki arról az oldalról, aki ő neki hisz, és senki, a kutya nincs a másik oldalon, aki megszólalna, aki azt mondaná, hogy hát talán nem is biztos, hogy ez így történt, kezdve például a Mózesszel, aki ugye az az örökbefogadott fiúgyermek, aki igenis azt mondta később, az elmúlt pár évben, hogy hát ez egész egy hülyeség, és abszolút nem történt meg ez a molesztálás, és ő kiáll az apja mellett. Sőt, azt állítja, hogy a Mia Farrow volt az agresszor. Bizonyám. És hogy a Mia Farrow, és tudod, ez egy kettészakadt család. Az egyik oldalon áll ugye az anya Mia Farrow, és az ő lánya Dylan, és az ő vágyjuk, és még két testvér, akik ebben a diskurzusban az anyjuknak és a Dylannek az álláspontját osztják, és a másik oldalon meg ott van két további testvér, Mózes és Sunyi, továbbá a Woody Allen, akik meg az ellenkezőjét állítják. És tudod, itt van egy négy részes dokumentumfilm. Négy órán keresztül erről a két perben és haragban álló személyről, meg a hozzájuk tartozó gyermekekről. És az egyik fél egy percet sem kap, hogy ismertesse az álláspontját. Állítólag tudod? Megkeresték, de valamikor, mit tudom én, a film befejezése előtt egy hónappal, tehát ugye nevetségesen rövid időt hagyva. Már kész volt a film. Hát, már kész volt a film. Tudod? Ez így dokumentumfilmezés? Tehát ez dokumentumfilm? Mi lesz a dokumentumfilmgyártás alapvető etikai normáival? Érdemes, és ha tegyük fel, mert elképzelhető, mert nekem is van fantáziám ehhez, tegyük fel, hogy a Woody Allen megrontó, hogy tényleg elkövette azt, amivel vádolják. Megéri teljesen felszámolni a dokumentumfilmezésnek az erkölcsi normáit, csak hogy ezt minél több ember el is higgye. Tényleg? Tehát, hogy ez és ugye itt vannak ezek a gyermekek. Mia Farrow-nak azok a gyermekei, akik meghaltak. Tadeusz öngyilkos lett. Tem szívelégtelenségben halt meg, de a Mózes nevű srác szerint, aki a Woody Allen álláspontját osztja, igen, ő szerinte hosszú depresszió után gyógyszertúladagolással ölte meg magát. Ami Tem. Az anyja szerint úgy nézett ki, hogy valójában talán valami fájdalomcsillapítót keresett, mert ő látássérült, vagy vak volt, és hogy bizonyára nem látta, mire a Mózesnek a reakció az, hogy hát ha nem is látta, azért számolni meg tudja. És meg is tudta, hogy mennyit vesz be abból a gyógyszerből. Tehát több, mint valószínű, hogy itt is egy szándékos cselekedet volt. És ott van Lark, aki nincstelenül és betegen halt meg 35 évesen. Itt most nem arról van szó, hogy én most ki akarom jelenteni, hogy a Mia Farrow meg a Mia Farrow-nak a rossz gondviselése okozta ezeket. De egy 4 órás dokumentumfilmben említést sem tesznek arról, hogy ezek a gyerekek, akik szintén a család tagjai voltak, ezek már halottak. Említést sem tesznek, mert nem illeszkedne a narratívába. Nem illeszkedne abba a narratívába, amely szerint a Mia Farrow, az az áldozatos anya, aki az eset óta a szudáni éhínségnek meg a csádi éhínségnek a megfékezésén dolgozik a nemzetközi
ugye államközi együttműködés. A UNICEF nagykövet, vagy ilyesmi. Igen, UNICEF nagykövetként, tudod? És szóval, hogy ez egy propagandafilmes tempó. Ahogy tudod, arról sem esik szó, hogy egyébként Valentin napra ő küldött egy képeslapot egy családi fotóval, és ezen a képeslapon minden gyerek át van szúrva egy-egy tűvel. Az ő szívéből pedig egy kés áll ki, aminek a markolatán Szúnyi képe van. Ezt még egyébként el is tudom képzelni, hogy... Ezt nem kell elképzelni, igen, ez megtörtént. Ez megtörtént. Nem azt tudom elképzelni, hogy megtörtént, mert az megtörtént. El tudom képzelni, hogy valószínűleg nincs túl jól az a nő, aki rajta kapja a nevelt lányát a pasiával. Mm, de nem. Azért ilyenek mellett nem menjünk már el, tehát nem lehet az, hogy mindig az egyik oldal szólal meg egy dokumentumfilmnek csúfolt propagandafilmben, amiben egyébként szerintem erősen benne van az, hogy itt a Ronan nevű fiú, aki kirobbantotta tulajdonképpen a Weinstein botrányt, vagy legalábbis fölgöngyölítette ezt. Ő nagyon is az anyja mellett áll. Itt is nagyon aktívan részt vett a film készítésében is szerintem, de nagy valószínűséggel itt az ő vezeklése, vagy a vezeklés nem túl jó szó, az ő segítő keze. Ez a propagandafilm az anyja mellett, vagy az anyjának. Nyilvánvalóan meg lehet érteni a Mia Farrow-t. Az az ő nőiségét, az ő párkapcsolatát, meg az anyaságát ért csapás volt, amit a Woody Allen és a Sunyi tettek ellene. De azt is meg kell érteni, hogy ez két felnőtt ember. Két felnőtt ember tette ezt. Ez nem pedofília. Ez legfeljebb egy emberileg megkérdőjelezhető döntés. Ebben a helyzetben együtt lehet érezni a Mia Farrow-val. De amiután a Mia Farrow ezekkel a tükkel átdöfött képeslapot elküldte a Woody Allennek, és erről említést sem tesznek a filmben, mert nem illeszkedik a narratívába, mert ez nem illeszkedik a Mia Farrow áldozatiságának a meséjébe, a történetívébe, Ez minimum manipulatív és minimum tendenciózus. Ami nagyon érdekes, hogy egy csomó dolog viszont elhangzik, csak valahogy az ember nehezen figyel rá oda, mert a mézes-mázos szépségben ez szinte alig tűnik fel. Nyilván én más szemmel néztem, mert tudtam, hogy erről fogunk beszélgetni. Melyik anyuka az, aki miután kiderül, hogy az ő kamaszlánya, nevelt lánya összejön a pasiával, ő hazamegy, és a kicsi gyerekeknek elmeséli. Nem azt mondja, hogy apa nem jön többet, mert rosszat csinált, hanem erről van egy külön 5 perces blokk, hogy és akkor elmesélte, hogy megtalálta a mesztelen képeket a testvérről. Miért is? Honnan fogja föl egy 5 éves gyerek egyáltalán, neki tényleg kell ezt tudnia egyrészt. Másrészt nekem nagyon komoly kérdéseket vetett föl az is, hogy visszatérő elem ugyanis a bírósági tárgyalás során is ez volt, hogy amikor elmeséli Dylan, hogy mi történt vele a padláson, akkor ez egyébként mániákusan videózni, vagy videózásra rákattant Mia Farrow, ezt felveszi videóra. 2 napon keresztül. Azt, ahogyan a gyerek elmondja, hogy mikor mi történt. Emlékeztek de, arra de a valahogy a filmben nem kerül, de valahogy a filmben nem került bele, hogy ott a padláson ténylegesen mi történt. Igen. De nem tudjuk meg a filmből. Azt tudjuk, hogy hason feküdt a Dylan a 20 perc alatt. Figyelj, azt tudjuk, hogy hason feküdt a Dylan 20 percen keresztül, és hogy akkor hátulról a Woody Allen megrontotta. Nem tudjuk pontosan, hogy mi történt. Viszont még egy kicsit itt az anyai furcsaságok kapcsán emlékeztek rá, hogy a videó bejátszásoknak a legelső jelenetében kérdezgeti a kislányt, hogy hova nyúlt, mi történt, mit csinált, és egyszer csak azt hallatszik, hogy csöng a telefon, és anyuka azt mondja, hogy vajon most abba hagyom, mert csöng a telefon. Aha, az mi olyan van? Fontos lehet. Mi van? Én anyaként éppen szembesülök azzal, hogy a gyerekem apja molesztálta a gyereket, de most csöng a telefon, és leállítom a felvételt. Mi van? De tudod, ez alapján kéne a Woody Allent megrontónak tartanunk, hogy néhány héttel azután, hogy az anyja átéli az mármint a Dylannek, a kislánynak, a 7 éves kislánynak az anyja átéli az élete csalódását, az élete traumáját,
mert ez nyilvánvalóan ott és akkor a Mia Farrow-nak az addigi élete lezárult, és elkezdődött egy árnyéklét. És hogy ezután néhány héttel Woody Allen 20 percen keresztül pedofil volt. 20 percen keresztül, se az előtt, semmi jele nem volt ennek, se azután semmi jele nem volt ennek, és itt a, tudod, itt a legmanipulatívabb és a leghazugabb eljárás ebben a négy részes HBO dokumentumfilmben az, hogy lépten nyomon utalásokat tesznek arra, hogy a Woody Allen szereti és élvezi a fiatalabb nők társaságát, hogy nem által 30 vagy 35 vagy akár 40 évkor különbséggel párkapcsolatokat vagy szexuális viszonyokat kezdeményezni csajokkal. A második részében, a dokumentumfilm sorozat második részében a filmjeinek a jelenetein, meg a filmjeinek a történetívein keresztül demonstrálják, hogy a Woody Allen a művészetében is milyen módon élte ki a fiatal csajok iránti vonzalmát, de ezek a fiatal csajok, tudod, 20-22 éves csajok. A következő ez nem pedofília, és tudod, ezzel igazolják, és ezzel próbálják bizonyítani azt, hogy a Woody Allen bűnös és pedofil. Könyörgöm, fiatalabb csajokat kefélni, ez minden férfi álma. Gyerekeket megrontani, az pedig bűncselekmény, és a legbestiálisabb civilizációs bűnelkövetések egyike, talán a legsúlyosabb. Még csak nem is helyez, elmennek. Tudod, az egyik igazolja a másikat, az egyik bizonyítja a másikat, vagy az egyik egyáltalán csak gyanúsabbá teszi a másik ügyben a Woody Allen. Nem csak, hogy a filmeket veszik végig, hanem elmennek, és végignézik azokat a jegyzeteket, amikből aztán később nem lett film, és hatásvadász módon a fekete feliraton, vagy háttéren ott vannak a fehér feliratok, hogy ő hogy képzelte el azoknak a filmeknek a női karakterét. 20 éves. Nem. Inkább 19. Hosszú karcsú lába van. Telt mellek. 17 éves. Nem, legyen inkább 18. Barna kreol bőr. Melyik férfi nem ezt pedofilia. Akarja az Isten szerelmére? Bocs. És közben meg ünnepeljük azt, hogy mennyire menő a Leonardo DiCaprio, hány éves? 40-45. És már megint összejött egy 19 éves modellánnyal, George Clooney, aki most éppen már, nem tudom, nős, és előtte az összes nő a lánya. Hidd el, hogy most van vége annak, hogy ez menőség, és hogy ezzel vagizni lehet, és hogy a Hollywood Reporter ezt úgy hozza le, mint egy menőséget. Éppen a szexuális ellenforradalom zajlik. Ennek a négy részes HBO dokumentumfilmnek a második része az már kifejezetten arról szól, hogy nem szégyeldi magát a vén állat, hogy az undorító öreg testével ezekre a fiatal lányokra ráfekszik, és össze-vissza kopulálja őket, meg a testnedveivel telepumpálja őket, és nem értik meg, és nem veszik tudomásul, hogy ezek felnőtt emberek, ezek felnőtt nők, akiknek igenis joguk van az idős, nagyon magasan reprezentált, nagyon nagy befolyású, és igen, nagyon nagy művészi nimbusznak örvendő rendezővel dugni. Ez az önkényes mérvadó Puzsér Róberttel, Horváth Oszkárral és Csízi Ágival itt a Spirit FM-en. Az HBO úgynevezett dokumentumfilm sorozatáról beszélgettünk, azért úgynevezett, mert hát arra jutottunk itt az előző fél órában, hogy minimum propaganda, vagy manipulatív erősen. Ugye a Woody Allen botrányról van szó, és hát nagyon érdekes maga a kérdés, hogy hogyan gondolták ezeket a visszaemlékezéseket. Az összes családi barát, mármint mi a Farrow családi barátja, nyilván nem a Woody Allené, megszólal, és mindenkinek már eleve gyanús volt. Tehát már amikor 2 éves volt a gyerek, már akkor is olyan szorosan ölelte az apja. Már amikor 3 éves volt a gyerek, ez volt a kedvenc részem egyébként, akkor is hát a szülők is beszélgettek az óvónővel, hogy ő az egyetlen apuka, aki mindig úgy ül kint, hogy lássa a saját gyerekét. Hát ez már egy intőjel. Tele vannak olyan visszaemlékezésekkel ezek az epizódok, különösen az első meg a második rész, ahol mindenki
sorra veszi, hogy ő neki már mennyire régóta gyanús volt ez az egész. Tényleg, barátom? Akkor a francért nem szóltál róla senkinek. Tehát, ha nekem ennyire gyanús, hogy te figyelj, kedves barátnőm, nem lehet, hogy a férjed vagy a pasit kicsit furán nyúlkál a lányhoz? Hát akkor talán szólok neki, nem? Jó, azt ha tudod, hogy ez volt... a szólási lehetőség, ez nem jár le. Ez a, amennyiben bűncselekmény történt, ez már elévülhet. Nem a lehetőségről beszélek, hanem arról, hogy erkölcsileg vagy láttál valamit, ami a gyerekre veszélyes, valóban, és akkor azt gondolom, hogy felnőtt emberként kutya kötelességet felhívni erre a figyelmet, mert lehet, hogy a gyerek valóban veszélyben van. Ha pedig nem így volt, akkor szégyengyalázat, hogy 20 év után elkezded meghamisítani a történelmet, és sorra veszed azt, hogy ő mennyire nagyon feltűnően furán viselkedett a gyerekkel. Egyébként szerintem folyamatosan furán is kellett viselkedni, tehát nem volt neki egy, én úgy érzem, hogy lehet, hogy mára megszületett ez a saját vér szerinti gyerekeivel, hogy hogyan viselkedjen, hogyan tudod a választott barátnőjének a családtagjaival, hogyan mutasson ezt szeretetet, azt hogyan és kerülje, hogyan közeledjen. És nem is volt annyira közel, és pont ez volt például nagyon furcsa, nem furcsa, bosszantó számomra, akkor még csak bosszús voltam, hogy mennyire másképp viselkedik Dylannel, mint a többiekkel. Hát persze, hát a többiek már egy kis családként fogadták be őt tulajdonképpen, a Dylan pedig kicsi baba korától őt szólította apának. Hát természetes, hogy más a viszonya. Természetes, hogy ő rá jobban odafigyel, természetes, hogy ő közelebb áll hozzá, és ez lehet gyarlóság, lehet. És még csak nem is az, hát az elején leszögezte, hogy oké, neked van 7 gyereked, szerintem elég menő egyáltalán, hogy azt mondta, hogy bevállalja. Sok férfi, vagy sok nő is erre azt mondaná, hogy ez nekem sok lesz. Igen, vállalom, de azért nem költözöm hozzád, meg nem biztos, hogy ott akarok én ebben részt venni, ebben az egész gyereknevelésben. A Mia Farrow elmondja a dokumentumfilm 4. epizódjában, hogy ő azóta, hogy a Woody Allennel ez a rettenetes incidens, meg ez a borzasztó szétválás, ez lezajlott, ő azóta számos intim kapcsolatot létesített férfiakkal, de egyetlen férfit sem vitt föl azóta a lakására, mert nem kockáztat. Tudod, nem kockáztatja, hogy azok a férfiak, azok rámenjenek valamelyik gyerekére. Ő már ezt nem kockáztatja. Nem patológiás ez? Nem, szerintem nem. Ez az egyetlen dolog. Ez nem patológiás, hogy attól, hogy valaki férfi, attól már, már nem lehet fölvinni a lakásra, mert potenciálisan megrontja valamelyik gyerekét. Szerintem tudod, az, ami itt történt, Robi, értem, hogy miért mondod, hogyha valaki így indul neki az egésznek, ha én most azt mondom, hogy hát velem ugyanilyen nem történt, na de nézzük meg, hogy a Mel Ferroval viszont igen, úgyhogy én inkább nem viszek föl senkit a 8 gyerekemhez, biztos, ami biztos, na az patológiás. Itt nincs más lehetőség a Mel Ferronak, mint ezt mondani, A-verzió. Azért, mert tényleg megtörtént a dolog, és azért az biztos, hogy egy egész életre lelkileg úgy traumatizál, és úgy megnyomorít, hogy nem tudod már ugyanúgy az életedet tovább de hogyha tovább valaki élni, nem tudja ugyanúgy élni a tovább az életét, és nem engedheti meg magának, hogy a lakására fölvigyen egy férfit, nem bízhat meg soha többi az életében annyira egy férfiban, hogy annak egyáltalán bemerje mutatni valamelyik gyerekét, biztos, hogy el lehet hinni neki mindezt. Biztos, hogy a lelki egészségnek, meg a dolog feldolgozásának azon a fokán áll, hogy ne lehessen feltételezni róla, nem, hogy az egész sztori egy bosszú hadjárat. Minden tudod, bizonyal. Bűzlik a sztori. Az a probléma. Tudod, a Woody Allen a gyerek 7 éves koráig, makulátlan apa. Kifogástalan apa. Legfeljebb olyanokat lehet felhozni ellene, hogy a gyereknek az ujját a szájába adja, hogy úgy könnyebben elaludjon. Nem makulátlan a történet. A történet alapján, én egyébként a Woody Allennek hiszek, ezt szeretném leszögezni. A történet alapján nem makulátlan. A történet és a visszaemlékezések alapján ő azért a saját hüvelykújját adta be a lány szájába, hogy azt szopja a kislány, és még tanítgatta is neki. A saját az kié? A férfié. Tehát nem a gyerek szopta önnön
hüvelykujját, hanem az apja hüvelykujját, úgyhogy még tanítgatta is rá apuka, hogy hogyan kéne a nyelvével játszadoznia. Furcsa. Én azt mondom, ami a filmben elhangzott. Most tudod, azért nagyon sokféle szeretett kapcsolat van, és nagyon sokféle intimitás, és nem kell rögtön a megrontásnak a gyanúperét felállítani. Igen, de én próbálok nem állást foglalni, bár van véleményem, és úgy is fogok a végére valószínűleg, hanem arra hagyatkozni, ami a filmben elhangzott. Nekem nem az a furcsa, hogy a Mia Farrow fölenged, vagy nem enged föl azóta férfiakat, hanem az a furcsa, hogy már 7 éves kora előtt gyanakodott, és megkérte a Woody Allent, hogy menjen el terápiára, mert szerinte nem oké az, ahogy viselkedik a közösen nevelt gyerekükkel. A terapeuta azt a véleményt állította ki, hogy helytelenül intenzíven viselkedik a Woody Allen a Dylannel, de ez a viselkedés nem szexuális jellegű és nem szexuális tartalmú. Na most, ha nem szexuális tartalmú, akkor később miért vált azzá? Kettő. Na, nem, ha már 20 percre, igen. Tudod, pont akkor, amikor a Mia Farrow-nak a lánya az összejön a Woody Allennel, tudod, pont akkor. Nekem abszolút az sokkal furcsább annál, mint hogy most fölenged vagy nem enged föl férfiakat a lakásába, hogyha nekem a pasim a gyerekemmel kapcsolatban úgy viselkedik, hogy ez egyáltalán olyan kérdéseket fölvet bennem, hogy én elzavarom őt terápiára, mert szerintem nincs rendben. Most, de az az ő gyereke is. Rendben. Már ne haragudj, de az az ő gyereke is. Mi az, hogy a gyerekemmel? De a lényegre koncentrálja, kérlek. Ha a gyerekünkkel kapcsolatban fölmerül bennem az, hogy ő esetleg abuzálja, akkor utána miért maradok vele? Miért nézem gyanakodva és nyugtalanul, hogy talán lehet, hogy mégis meg fogja rontani? Miért? Akkor, ha ez megtörtént valóban, ha tényleg úgy történt, hogy fölmentek is kisvasút, akkor mennyiben hibás a Mia Farrow, aki lehetőséget meg környezetet teremtett ahhoz, hogy ez megtörténhessen? Nem, hát elaltatta a gyanúját a Woody Allen. Hát az a sztori, hogy elaltatta a gyanúját, a Woody Allen megmagyarázta, mindent megmagyarázott, hogy ez valójában normális, és hát a Mia Farrow az meg hát hinni akart abban az ábrándban, hogy ezzel a férfival fog megöregedni, hogy ez a férfi ez milyen rendes apa, és milyen jó partner, és mennyire megbízható, és hogy emberileg, és stb. De hát aztán, amikor megtalálta a mesztelen képeket, tudod, 3 héten belül lezajlott a komplett sztori. Tudod, megtörtént a képek megtalálására rá, 3 hétre megtörtént a 20 perc. És tudod, ami alatt a Woody Allen a saját lányával, akit rajongva szeretett, hirtelen szexuális, szexuális interakcióba került, vagy hát, hogy úgy mondjam, fölhasználta a lányát arra, hogy a padláson 20 percen keresztül abuzálja hátulról. Megtalálása után még az is felmerült, hogy ő mégse volt olyan jó ember, hogyha visszaemlékezések, megint ezen vagyok kénytelen lovagolni, mert annyira következetlenek. Az áldott jó ember, aki hogy szerette a gyerekeket, milyen jó fej volt velük, ott pancsol a velencében, őről autóbb kiderül, hogy hát egy zsarnok volt, hát valójában ez csodálatos. A barátaitól elidegenítette Mia Farrow-t. Azoktól a barátaitól, akik egyébként mellesleg végig ott ülnek a dokumentumfilmben, és a család és tagjainak vallják magukat, és úgy beszélnek, mintha ők együtt éltek volna ezzel a közeggel, hát én ezt azoknak a nőknek a nevében, vagy helyettük is kikérem magamnak, akiket valóban egy zsarnok pár elidegenít a saját környezetétől, mert azok nem tudnának ám barátokat felvonultatni abból az időszakból, mert nekik tényleg nincsenek, mert nem szabad, hogy legyenek. Fontos összevetni ezt a filmet, ezt a Allen versus Farrow című filmet a Living Neverland-del. Mert a Living Neverland sztoria, meg a Living Neverland-ben a Michael Jacksonnak a szerepe, az valami egész más azért. Tehát nagyon más. Bár a két film, mind a kettő tendenciózusan és koncepciózusan propagandafilm jellegét ölti. Ennek ellen nyilvánvaló, hogy a Michael Jackson, egy Michael Jacksonról szóló, a Michael Jacksonnak a pedofiliájáról szóló dokumentumfilmben nem megszólaltatni a Macaulay Culkint. Tudod? Nem megszólaltatni a Macaulay Culkint, azt, aki teljesen nyilvánvalóan, ha a Michael Jackson megrontó volt, akkor a Macaulay Culkint teljesen nyilvánvalóan a szeretője volt.
és nem megszólaltatni, mert nem azt mondja, amit a másik két kis áldozat, akiknek a vallomására felfeszítjük a mágiát, felfeszítjük ezt a leszámolást a Michael Jacksonnal. Szóval, hogy a két propagandafilm jellege, meg az HBO-nak az eljárása nagyon hasonló. De a Michael Jackson esetében az volt az élményünk a film megnézése után, legalábbis nekem az volt az élményem, hogy na hát az utolsó puzzle darab a helyére kerül. Nekem nem ez volt az élményem, azt hadd tegyem. Nekem ez volt az élményem. Pontosan tudta az egész világ, hogy Michael Jacksonnak ezek a kis barátai vannak. Pontosan tudta az egész világ, hogy Michael Jackson Neverlandben ezekkel a kis barátaival ott ficánkolva játszadozik. Pontosan tudták a szülők, hogy Michael Jackson együtt alszik a gyerekükkel. Ez az egész világ szeme láttára zajlott, de mindenki eloszlatta a gyanúját azzal, hogy hát ez ártatlan kapcsolat, ártatlan gyermeki kapcsolat, gyerekek, kölykök, akik játszanak. És aztán, amikor kiderült ez a dolog, hirtelen mindenki a fejéhez kapott, hogy de hát tényleg a szemünk láttára zajlott, miért barátkozott így ezekkel a gyerekekkel? Tényleg barátok voltak? És beleilleszkedett, mert Michael Jacksonnak ez volt az élete. Végignéztük, követtük, ahogy ez az élete. A Woody Allen ellen 20 perc. 20 kiesett perc a vád. Tudod? Nem valami, ami a szemünk láttára zajlott. Nem valami, amit a Woody Allen éveken át csinált, és mondjuk eltitkolt, eltusolt, de most kiderült. Tudod? Nincs hanem igazad, 20 Robi. Perc. 20 perc a padláson. Robi, nincs igazad, mert állást foglalsz a szimpátiád alapján, vagy a meg... Nem a szimpátiám alapján, igen, miért igen, mondod? De igen, azt mondod, hogy a szemünk előtt zajlott mondjuk a Michael Jackson esetében. Mi zajlott a szemünk előtt? Az, hogy a barátkozott gyerekekkel. Ott voltál, láttad, hogy melyik testrészüket fogja meg? Mert ha igen, akkor nem, de a Woody Allen meg együtt élt a gyerekeivel. Tudod, és ráadásul még csak ott sem lakott. Hanem a Woody Allen az 20 percet eltöltött a padláson a saját lányával, míg a Michael Jackson vadidegen gyerekekkel aludt együtt. Együtt tudod, azért nagyon más. De nem tudjuk, hogy mi történt. Én azt szeretném most csak, arra szeretném a figyelmedet. Jó, értem, igen, nevetsz, mert nek meg meggyőződésed. Én nem vagyok erről meggyőződve, és mind a két filmmel pont az a problémám filmként egyértelműen, hogy leteszi a voksát egy álláspont mellett, és következetesen azt viszi végig, teljesen kizárva mindenféle egyéb kérdést, nem megszólaltatva, nem csak olyanokat, akik a másik oldalt képviselik, ezért hanem propagandafilm, akár igen. Semleges szakértőket, akik elmondják a véleményüket, és annak ellenére, hogy nekem sokkal valószínűbbnek tűnik, hogy a Woody Allen nem csinált semmi ilyesmit, hanem itt egy nő, aki élete legborzasztóbb élményét átélte, ebbe beleőrült, vagy belezakkant, vagy tönkrement az önbecsülése. Még az is lehet, hogy egy átgondolatlan bosszút volt kénytelen már utána kiterjeszteni egy komplett hazugságnál, mert akkor már nem volt visszaút, mert akkor már bele meg a lánya komplett életévé. Hogyne, igen, tehát hogy ezeket mind el tudom képzelni. Valamelyikük ezt tette a lányával. Igen, vagy az anyja, így van. Vagy az apja. Egyikük megrontotta a abszolút, lányukat, igen. Ami a legtöbb családban viszont nem fordul elő. Igen. Nem lehet engem azzal gyanúsítani, hogy a személyes rajongásom vezet, amikor állást foglalok, mert én a Michael Jacksonért is, meg a Woody Allenért is szívből rajongtam. Életem különböző szakaszaiban, tehát inkább a 10-es éveimben imádtam a Michael Jacksont, és inkább a nem tudom, én 20-as, 30-as éveimben csúsztam rá a Woody Allen filmjeire, de hogy szó nincsen arról, hogy ez személyes elfogultság lenne. Én nekem az HBO-val szemben van bőven ellenére, érzésem, sőt, most már viszolygásom. Igen. Ugyanakkor a Living Neverland kapcsán én hiszek a prekoncepciónak, amivel az HBO házal, a Woody Allen kapcsán meg nem hiszek. Erre értettem az elfogultságot. De nem elfogultságból. Van egy véleményed, jó, mindegy. Igen, de nem a Michael Jacksonnak az életművéből, vagy a Woody Allennek a filmművészetéből fakad ez. Nem, hanem egyszerűen arról van szó, hogy a Michael Jackson egész élete az egy titok, egy nagy titok, ami titkot a HBO dokumentumfilmje leleplez. A Woody Allen élete meg nem titok, hanem a Woody Allennek az élete
az egy, hogy mondjam, az egy, tehát az nem egy pedofil profil. A Woody Allen az egy heteroszexuális férfi profilja. Aki egyébként szereti a fiatalabb nőket, de igen, ki ne szeretné a fiatalabb nőket. A Michael Jackson profilja az igen, az egy pedofil, az egy megrontónak a profilja. Igen, én ezt így látom, de nem muszáj hinni sem nekem, sem az HBO-nak semmelyik esetben. Minden esetre az legalábbis koncepciózus, ahogy az HBO dokumentumfilmje a Mózes Ferónak a levelét, vagyis a Woody Allennek, a Mózes Ferónak küldött levelét, ugye a Woody Allen az örökbe fogadta Mózest. Mózes egy talán koreai származású srác, akit a Maya Ferro az egyik ilyen ösztrogén hullámán szörfözve örökbe fogadott. És ezt a Mózes Ferót, ezt a Woody Allen, is örökbe fogadta. Na, ez a Mózes Feró, ez küldött egy levelet a Woody Allennek, közvetlenül azután, hogy ugye Dylan előadta, hogy hát mit csinált vele a Woody Allen a padláson, és ebben a levélben a Mózes az tulajdonképpen elköszön az apjától. Közli az apját. Indulatos elköszönés. Közli az apjával, hogy az élete legsúlyosabb, legnagyobb csalódása, hogy mennyire szerette őt, de hogy a Woody Allen az méltatlan az ő szeretetére. Majd az ezt a levelet, ezt ismerteti a dokumentumfilm. Majd az epizód végén mellesleg egy inzert erejéig kiírják, hogy Mózes visszavonta a fenti levelet. Viszont azt már nem közlik a nézőkkel. Évtizedekkel ezelőtt mondjuk. Viszont azt már nem közlik a nézőkkel, hogy Mózes azért vonta vissza azt a levelet, mert azt állítja, hogy Maya Ferro diktálta neki tolba. És a Maya Ferro kényszerítette őt, hogy elküldje a lapot az apjának. És tudod, egy szerzője által visszavont levelet megmutatni, és ezzel manipulálni a nézőt, majd egy teljesen más szövegkörnyezetben, teljesen más, mint 30 perccel később ismertetni, hogy visszavonta, de nem ismertetni, hogy miért vonta vissza, nem ismertetni, hogy valójában manipuláció zajlik, és ahogyan Mózest manipulálta az anyja, hogy írja meg azt a levelet, ugyanolyan módon nem manipulálhatta Dylant az anyja, hogy vajon hamisan az apja ellen? Látjuk a Maya Ferrónak a működését, látjuk, hogy hogyan használja fel a gyerekeit az apjuk ellen. Meg hát nem manipulálhat minket, mert most már ez történik, csak örökbe ne fogadjon. Manipulálhat, csak akkor, már a film az akkor is nagyon visszataszító lenne, hogyha mondjuk olyasmi lenne a címe, hogy Maya Ferro, az én véleményem, ez a cím, nem aha, pedig az, hogy ők egy dokumentumfilmként adják elő. Hát hogy lenne már ez dokumentumfilm? Ez egy kampányfilm. És a filmbe ágyazva, ugye ez a bárki kontra bárki, Kramer kontra Kramer, aha, ez egy válásnak a történetét ígéri nekünk, igen, és utána belelapozol, és tulajdonképpen a, hogy mondjam, még csak nem is az összeveszésük indokának egyoldalú kitálalása zajlik, azaz a felnőttkorú vagy közelfelnőttkorú nevelt ázsiai lányával való kapcsolatának kezdete, hanem ami az után történt, ami az igazán nagy botrány, azt tárgyalja ki, miért nem ez a címe, hogy hát akkor beszéljünk 92-ről, igen, vagy ilyesmi. Igen, igen. Karcsi vagyok, tegnap egy nagyon érdekes beszélgetést láttam, hajdú. A hívott számon előfizető, illetve szolgáltatás nem kapcsolható. Ez az önkényes mérvadó a Spirit FM-en. Kapcsolj el bátran! A Woody Allen-es filmről beszélünk, ami a kifejezetten a forgatókönyvíró, rendező és színész módszeres lejáratására szolgál, sőt, hát meg is fogalmazódik a filmben a szándék erre vonatkozóan. Úgy hangzik, ennek a felvezetése úgy hangzik, hogy a Me Too rákényszerített minket, hogy újra gondoljuk a művészetet.
ez így elhangzik. Yes, mondjuk kemény. A MeToo rákényszerített minket, hogy újra gondoljuk. Nincs más választásunk, és a művészetről van szó, nem emberekről. Dylan eszének az eleje is, meg a vége is, hogy melyik a kedvenc Woody Allen filmed. De mielőtt még válaszolnál, én elmesélem, hogy hogyan rontott meg, majd akkor a végén fölteszi, hogy keretes legyen a szerkezet. No, akkor most akkor beszéljünk erről, hogy mi a kedvenc Woody Allen filmed, és tudod, ez innentől kezdve erkölcsi imperatívus, hogy nem szabad megnevezni a kedvenc Woody Allen filmedet. Innentől kezdve nem lehet kedvenc Woody Allen filmed, vagy kirekeztünk az emberiségből. Igen. Tudod, vagy részt vettél a megrontásban, tudod? Vagy bűnrészes vagy. Nem lehet kedvenc Woody Allen filmed, Woody Allen filmed. De lehet, top 10-es listád lehet azért, az ugye? Lehet, az jó. Lehet, az más kérdés. Döntés született arról, hogy Woody Allent ki kell törölni a kultúrából. És ott van egy megszólaló, akiről nem tudjuk, hogy kicsoda, de akikről nem tudjuk, hogy kicsoda, ezek általában a Mia Farrow-nak a barátnői, akik elmondják, hogy Mia Farrow milyen példás anya, és hogy nekik már nagyon-nagyon korán gyanús volt a Woody Allen, hogy az mennyire szereti a gyereket, mert ennyire nem kéne szeretni a gyereket. És elhangzik egy ilyen megszólalónak a szájából, hogy egy új Woody Allen filmet sem néztem meg azóta, hogy ő ezt megtudta. Tehát itt szeretném ráterelni a figyelmet arra a szócskára, hogy új. Egy új Woody Allen filmet sem nézett, tehát a régieket akkor nézte. Tehát a régieket szabad nézni, hanem a premiért az új Woody Allen filmeket nem szabad megnézni, és így folytatja a mondatot, és vélhetően nem is fogok, amíg meg nem hal. Az szép és ebben, utána megint fogok. Ebben a mondásban, hogy amíg meg nem hal, egy kicsit benne van az óhajtása, hogy halljon már meg. De ugyanakkor meg mi, hogy jön ehhez a Woody Allen halála? Ha a Woody Allent és a filmjeit ki kell törölni a kultúrából, akkor azt az ő halála hogy oldja fel? Hogyha meghal, akkor már lehet nézni? Vagy arról van szó, hogy nem nézek új Woody Allen filmeket, csak a régieket, de azt is csak addig, míg meg nem hal. És ha meghalt, akkor meg lehet nézni újra meg újra a filmjeit, mert az akkor mi történik? És egyáltalán tudod, ez így bent marad a filmben. Bent marad a filmben. Tehát elhangzik, hogy ez az erkölcsi imperatívus, hogy a Woody Allen haláláig nem szabad. És akkor ezzel párba állítva pedig elhangzik az, hogy Mia Farrow továbbra is küzd azért, hogy megszűnjön az éhínség Dél-Szudánban. Azt írja az egyik, vagy kérdezi az egyik hallgató, hogy sziasztok, ez egy az egyben egy Woody Allen védőbeszéd? Ki hazudna ilyen szégyenletes gyermekkort több órában a kameráknak? Aki 20 percben pedofil, az attól még pedofil. Egyrészt, igen, aki 20 percben pedofil, igen, csak, az igen, valószínűleg csak, nem aki, csak abban a 20 percben pedofil, akinek az életében kinyílik is, egy 20 perces pedofilia ablak, annak kapcsán hadd kételkedjünk a pedofilia hitelességében, mert ez ettől bűzlik az eset. Tudod? Ami pedig, nem, ez nem egy nem védőbeszéd, ez hogy nem egy védőbeszéd, hanem én arra reagálnék, hogy ki hazudna ilyet. Számtalan ember. Hazudna egy ilyet például egy végsőkig megbántott nő, aki bosszút akar állni. Hazudna egy ilyet egy mentálisan beteg vagy instabil ember. Hazudna egy ilyet valaki, aki hirtelen felindulásból elkövet egy hazugságot, aztán a média hatására már belegabajodik, és abban nem tud kiszállni, hogyha mi a Farrow-t nézzük. Ha meg a gyereket nézzük, akkor hazudna ilyet egy olyan gyerek, aki mondjuk olyan mértékű befolyással van rá a család, a szülő, az anya, hogy ő maga is elhiszi azt a történetet, amit egyébként sokat súlykolnak belé. Vannak, nekem például nagyon kevés gyerekkori emlékem van, és pontosan tudom, lehet, hogy nektek is megvan ez a flash, hogy ha megnéztek egy gyerekkori fényképet magatokról, akkor emlékeztek arra, hogy ott mi történt. Biztos emlékeztek rá? Az, hogy én látom magamat, hogy megyek apukámmal csigát gyűjteni vödörbe az esőben, én nem vagyok benne biztos, hogy arra tényleg emlékszem, vagy csak sokszor elmesélték, hogy ez történt. Ezt én is fel akartam vetni, nagyon kevés konkrét 7 éves kori emlékem van, azért ha valami olyan rettenetes dolog történt volna, akkor arra vagy nagyon emlékeznék, vagy teljesen el lenne temetve. Én nem azt vitatom, ha tényleg lebegjen ott előttünk, hogy és mi van, ha igaz. Tehát én tényleg, ha vele ez tényleg megtörtént, akkor minden bizonnyal emlékszik rá. Itt most a kérdés az, hogy emlékezhet-e olyanra egy gyerek,
ami nem történt meg vele. Azt gondolom, hogy igen. Igen. Hogyha eleget súlykolják belé, ha ügyesen terelgetik, ha ügyesen manipulálják, de jó, hogy meg vagyok fázva, akkor igen. Akkor én azt hiszem, hogy ennek a Me Too-nak ennek volt egy programfilmje. Ez volt a Születésnap című első dogmafilm, amelyet a Thomas Winterberg rendezett, és ez valami egészen különleges, egészen kimagasló, egészen katartikus. Azt hiszem, hogy azóta sem készült ilyen minőségű dogmafilm. És azt hiszem, hogy az indította el ezt a szembenézést az abúzussal, a szembenézést a gyermekek megrontásával, a szülői visszaélést a szülői hatalommal, hogy ebből gerjedt ez a hullám. Aztán egy jó másfél évtizeddel később a Thomas Winterberg elkészítette ennek az ellenfilmjét, elkészítette ennek az antitézisét, ez a Vadászat című film, ami arról szól, hogy igen, egy gyerek abúzust hazudik, hogy leszámoljon az érzelmeit nem viszonzó felnőttel. És ebben a történetben, hát nézd meg a filmet. Kemény, nem, csak döbbenten nézem. Ez a Thomas Winterberg, mert a Thomas Winterberg is megérezte, hogy ez a koncepció, meg az ebből születő felhorgadás egy kicsit túlszaladt. Hogy talán a mágiákon nem kizárólag bűnösök égnek, hanem talán ártatlanok is, és hogy igenis ennek a mechanizmusnak, hogy ne a bíróságon, hanem a kommentfalon, hogy ne a jogi eljárás során, hanem a propagandafilm által meggyőzés keretében számoljunk le a kulturális szereplőkkel, hogy ez veszedelmes, hogy ez életveszélyes, hogy nem azért hoztuk létre a jogrendnek, meg a jogállamnak a védőpalánkjait, hogy aztán legyen egy nagy Me Too felhorgadás, és ennek keretében megkerüljük. Senki nem azt állította, hogy ha valaki 20 percig pedofil, az ne lenne pedofil. Azt kérdőjelezzük meg, hogy ha valakinek az egész életében van 20 olyan perc, amikor azt állítják, hogy pedofil volt, és ez a 20 olyan perc speciál pont 3 hétnyi távolságban van azzal az incidenssel, amelynek a nyomán őt megvádolhatják ezzel. Tudod, akkor az ügy legalábbis bűzlik. Nagyon, ezt vetjük fel. Nagyon nyomorult ez a 20 perc is. Folyamatosan azon gondolkoztam a film közben, ezt már az előbb is, vagy korábban is mondtam, de ennél a témánál különösen igaz, hogyha mindenki ennyire gyanakodott, ha mindenki azt mondta, hogy hát igen, igen, már 2 éves korától látszott, akkor miért engedte? Ezt a kérdést már az előbb is feltetted, de ez olyan rossz hallgatni akkor, amikor mondjuk igaz egy történet, hogy na és miért nem szóltál, most már hagyjál. A kasszától való távozás után reklamációt nem fogadunk nem, el. Nem erre gondolok, hanem arra, hogy akkor hol van az ottani felelősség, ugye tudták, hogy menni tudták, hogy menni fog Woody Allen, fogja meglátogatni. Hol van bárhol Maya Farrow felelőssége ebben a történetben? Hogy tud eltűnni 20 percre? Tegyük föl, hogy elmentek a padlásra. Tegyük föl, hogy tényleg föl tudta vinni. Tegyük föl, hogy ez igaz. És tegyük föl, hogy valóban gyanús volt már korábban is. Akkor hogy a fenébe fordul elő az, hogy ott van 3 vagy 4 felnőtt, tudjuk, hogy egy veszélyes apuka fog érkezni, és a gyerek csak úgy el tud tűnni az apukával. Hogy? Akkor miért nem figyeltek rá oda jobban? És miért kellett annyira figyelni a Woody Allenre? Tudod, miért kellett annyira, miért feltételezték róla, hogy ő meg fogja rontani, mert ő figyelve volt a Woody Allenre aznap, tudod, 20 percre tudott eltűnni a gyerekkel, ez a prekoncepció, 20 percre tudott eltűnni a gyerekkel a padláson, mert figyelve volt, mert ő már a pedofília, mint vád, már a pedofília, mint gyanú már megszületett, hiszen ő a Maya Farrow-nak a korábbi házasságában örökbefogadott gyerekkel, ezzel a Sunyivel már lebukott. Hogy az egy felnőtt. 17 éves vitatható, nem, de saját döntése volt minden bizonyja, de vitatható az. Igen, tehát tudod,
hanem már figyelve volt a Woody Allen, tehát már készen állt a koncepció, hogy ő megrontásra készül, és hát csodák csodája, aznap 20 percen keresztül azért átjöhet, hiszen apai jogai vannak, és egyébként még soha nem értük pedofilián, hiszen felnőtt, kifejlett szunyivel hát meg én annyira aggódom a gyerekemért, viszont, hogy pont abban a fél órában vagy órában én elmegyek bevásárolni. Na jó, de könyörgöm, miért kell a kiskorú gyerekért aggódni, amikor az apjára semmilyen jel nem utal, hogy pedofil lenne? De utalt, állítólag utalt, ezért küldte terápiára, ezek, hogy nyilvánvaló, ez utólag van, nem nyilvánvaló, de valószínűleg utólag költötték hozzá ezeket a korábban is gyanús jeleket, de ha a filmnél maradunk szigorúan, akkor ott végig arról beszélnek, hogy de, sok minden utalt rá. Én szeretnék pár feltételezést meg tanulságot tenni. Egyrészt szerintem életkortól függetlenül is, akire gyerekkorában kb. 15-16 éves korától van befolyásod, mint szeretett személy, arra felettébb ragadozás gyanús lecsapni, akár későbbi felnőtt korában is, vagy egyszerűen ez egy no-go zóna. Tehát, hogy tudod, valaki, akiben te akkor építhetted fel magad, hogy te ki vagy, amikor az illető 10 meg 15 éves volt, a barátai gyerekei. Most a Szunyiről beszélünk. A felesége gyerekei, a Szunyiről beszélünk, aha. Igen. Azt gondolom, hogy a Woody Allen kellően vonzó ahhoz, nem úgy vonzó, mint Dávid Szobor, hanem úgy vonzó, mint egy szellemi zseni. Hanem úgy vonzó, mint Michelangelo. Bárkit, igen. Jó, hát egy zseni. Ja, ez vicces. Hogy amúgy nem való ez a rádióban, de így tudod, így terjed az, hogy a Dávid Szobornak olyan kellemetlenül az intim méretei nem olyan lenyűgözőek, de hát ha fotón látod egyébként, az egy ilyen 70 centis példányot, mert az óriási az a szobor, csak mindig képen látod, ha nem mentél oda. Na jó, szóval szerintem azért ez egy ilyen ragadozás gyanús valami, amely zicsert nagyon könnyen kihagyhatod, amennyiben a világ egyik legsikeresebb rendezője vagy. Woody se igyekezett olyan életet élni, hogy sérthetetlen legyen, de azért a 20 éves modellekkel való randizás azért hadd lehessen már egy olyan dolog, amit egy sikeres ember magáénak tudhat. Egyébként meg mit képzelnek a fiatal lányok, hogy az unalmas, tanulatlan, szellemtelen, irgalmatlan jó testükkel elinflálják és gátolják az öreg testű művészek zseniális szellemét. Ha már feltesszük a kérdést, hogy mit képzelnek az öreg művészek a szottyat testükkel. A Maya Ferro örökbefogadásaival kapcsolatban meg hát így elég nehéz olyan személy találni a világon, aki nem Maya Ferro nevet lánya. De ez azt gondolom, hogy egy gondoskodási szándék volt a részéről, csak a képesség nélkül, és egy világpolitikai statement a 70-es évek elejétől és a vietnámi háború alatt. Azt gondolom, hogy mondjuk azt, hogy az Angelina Jolie-nak van egy hasonló ilyen hobbija. De az is egy politikai statement. És szerintem irgalmatlanul menő beleállni abba, hogy akkor én ezzel példát mutatok. Nem, nézd, az örökbefogadással jó példát mutatott, a neveléssel nem. A jelenléttel nem. De tudod, irigykedem a szándék és a hajlandóság kapcsán viszont. Most Mia Farrow valószínűleg egy ilyen felzaklató környezet, mint család, ahogy ez nekem lejött. Úgyhogy nem biztos, hogy az örökbefogadás lett volna a legjobb statement. Én a Woody Allen-nel kapcsolatban azt érzem, hogy az érzelmeivel nincs közvetlen kapcsolatban, a Maya Ferro pedig a gyakorlati világgal nincs közvetlen kapcsolatban, fogalma nincs, hogy hol él, vagy hogy mit jelent megélni. Szerintem a 20 macskával lakó nőknek a jegyeit hordozza, csak örökbefogadással csinálja, ami egy jóval nehezebben teljesen kicsitető feladat. Picit nagyobb felelősség is egyébként. Én a Sunyivel való kapcsolatot tehát leginkább azért érzem problémának, nem a bizalom miatt, mert ott valószínűleg nem alakult ki akkora bizalom, tehát átjárt néha, nem sokat foglalkozott a kamaszodó gyerekekkel, egyértelmű, hogy inkább a kisebbekkel volt kapcsolata, nem gondolom... Kifejezetten Dylannel. Igen, nem gondolom, hogy ott egy akkora nagy apakép szimbólumként mutatkozott volna, viszont az a része aggályos a fiatalsága mellett, vagy miatt, hogy ez egy örökbefogadott lány,
hányatott múlta, akinek nem is volt soha még udvarlója sem, legalábbis a történetek alapján, tehát ő azért egy érzelmileg eléggé kiszolgáltatott, nyilvánvalóan nem annyira szerelmet, hanem inkább egy végre valaki törődik velem, végre valaki szeret engem érzést hajszolt. Ez a része vitatható, mondjuk egyébként 30 éve együtt élnek azóta is. Mi nincs beleállnék, ha ez a hadjárat menne ellenem, hogy akkor innentől kezdve, akkor ebben én bennem a lehet, hogy beleállnál, de a Szónyi éppen kiléphetett volna, hogyha olyan rossz dolga lenne ott. De ez ugye nem bizonyítja a Woody Allennek a bűnösséget. És nem. Amit mondasz a Szónyiről, hogy ugye nem volt előtte mondjuk pasia, meg hogy érzelmileg nehezen nyílik meg, én ezt a Woody Allenről is feltételezem. Tehát ő a saját szorongásairól, depressziójáról csinál filmet. Ő szellemileg megosztotta a közönséggel, hogy mi a helyzet. De nem biztos, hogy egy intim kapcsolatot lelkileg ő fel tud építeni. Én feltételeztem, vagy feltételezném, hogy Woody Allennek felszínes kapcsolatai voltak mondjuk ezekkel a modellányokkal, és a szeretet frontján elég nem ott került közel a modellányokhoz, de akár a 70-es években Diane Keatonhoz sem, mert szerintem ő is egy szellemi ember. Tehát a Diane Keaton sem egy ilyen tudod, akit így körülvesz egy ilyen empátia felhő, és hogy érzed, hogy ő úgy együtt van a világgal, és abból tanulsz, vagy nem tudom. Viszont Diane Keaton sem nyilatkozik ebben a filmben, hiszen hát mellette szólalt volna valószínűleg, fel. Valószínűleg, igen. Ebben a filmben érdekes módon szóba sem kerül, hogy Maya Farrow két gyermeke, Mózes és Sunyi, állítása szerint Maya Farrow erőszakos volt a gyerekekkel, többüket verte, dürohamai voltak, a mozgássérült gyerekét lerángatta a lépcsőn, szobába zárta, kerekesszékes gyerekét éjszakára kizárta a házból egy pajtába. Szóba kerül, tudod, egy ember, egyetlen egy gyerek azt mondja, hogy ez hülyeség, ilyen nem történt. Tudod, úgy ismerjük meg ezeket a vádakat a Maya Farrow ellen, hogy már a cáfolatot halljuk. De Mózes levelét meg nem úgy ismerjük meg, hogy előbb halljuk, hogy visszavonta majd a levelet, hanem hát így előbb a levelet, aztán 20 perc múlva a film végén. A gyönyörű abban, hogy ez elhangzik, közvetlenül azután hangzik el az utolsó epizódban, hogy rúgóznak rajta 10 percet, mellesleg egyébként joggal, hogy hát az áldozatok állításait, azokat nem hiszi el senki. Az áldozatok mondhatnak bármit, de mindig megkérdőjelezik őket. Az áldozat, hogyha történt valami ilyesmi, akkor állandóan szkepticizmusba, elítélésbe ütközik, erről szól egy 10 perces blokk, majd vágás, és Mózes úgy, hogy ott sincs, megkapja a körülötte levőktől, hogy hát amiket viszont ő állít, mint áldozat, hát ez egy nagy hülyeség, olyan nem történt. Ez hazugság. Az hazudik. Igen. Jó, csak tudod, ez itt a prekoncepció az annyira átsüt, egy lépten nyomon a Maya Farrow-nak a barátnőit kell hallgatni, hogy milyen jó anya a Maya Farrow. Na most ki nem tud ilyeneket előrángatni, aki hitet tesz amellett, hogy te vagy a legjobb anya, meg a legjobb ember. Tudod, ki nem tud, Robi, az nem tud, akinél valóban igaz, amit már korábban beszéltünk, hogy ő egy akkora zsarnok mellett élt, hogy eltiltotta a zsarnok őt a barátaitól. Az nem tud ilyet felmutatni, ha ez tényleg megtörtént, mert nincsenek barátai, vagy legalábbis abból az időszakból neki nem voltak. Valamelyik nem igaz, ezek vagy nem barátok, mert nem lehettek neki, mert kalitkában élt és uralkodott rajta a narcisztikus zsarnok Woody Allen, vagy nem igaz, hogy narcisztikus zsarnok volt, és ezek valóban létező emberek abból az időszakból, de olyan nincs, hogy mind a kettő helytálló legyen. A dokumentumfilmben, úgynevezett dokumentumfilmben egyetlen árva szó nem esik arról, hogy számos dokumentum és vallomás szerint Maya Farrow többször is megfenyegette a Woody Allent. Erről mondom, erről dokumentumok, tehát ez nem híresztelés, nem pletyka, többször is megfenyegette a Woody Allent szóban és írásban azzal, hogyha ő elvette tőle egy gyerekét, akkor a Maya Farrow is el fogja venni a Woody Allentől az övét.
máskor meg azzal fenyegetőzött, és ezt is dokumentumok igazolják, hogy valami súlyosra, szó szerint így idézve, valami súlyosra készül. És arra kér másokat, hogy ebben majd álljanak az ő oldalára. Ez nem került be a filmbe. Ugyanakkor bevágnak egy részletet a Woody Allennek egy 1992-es interjújából, ami erről az ügyről szól. Tehát vélhető, hogy végighallgatták ezt az interjút, amit felhasználtak. Tehát találkoztak azzal, ahogyan a Woody Allen bemutatja azt a képeslapot, amit idéztünk, amelyen a gyerekeket átszúrta egy tűvel, saját magát pedig egy késsel, amely a Ferro. De ezt nem mutatják be a dokumentumfilmbe. Hiába használtak fel abból az interjúból egy részletet, mert találtak abban az interjúban egy olyan részletet, ami a narratívájukba illik, hiába szerepelt abban a dokumentumban, abban az interjúban, azt kihagyták belőle. Én bárhogy is vesszük ezt a filmet, én megköszönném a jövő dokumentumfilmjeinek és propaganda szándékú filmjeinek az alkotóinak, ha ennél feltáróbb és középre helyezkedőbb filmeket nézhetnék. Annyira örülök, hogy egészen sötét témák, mint tabuk már megdőltek. Tehát azt gondolom, hogy az elmúlt 10-15 évben érzékelhetően több dolgot lehet a diskurzus szintjére emelni és megbeszélni, csak akkor ezt tegyük már egy tisztább műfajban. És egyébként, akkor most beszéljünk egy kicsit arról, ha szabad, hogyha tegyük fel esetleg a Woody Allen tényleg megrontó, mert van fantáziánk hozzá, sőt, Jodát is el tudjuk képzelni, meg Darth Vadert. Tehát, ha Woody Allen tényleg megrontó, és az HBO dokumentumfilmjének a prekoncepciójában igaza van, akkor ad egy, minden belefér ebbe a dokumentumfilmbe? Akkor szabad manipulálni a nézőt? Akkor szabad a dokumentumfilmezésnek minden etikai szabályát felrúgni? Át kettő, ha ez igaz, és tényleg a Woody Allen egy megrontó, akkor a filmjeit mostantól bűn megnézni? A filmjei, már bűn tetszeni a filmjeinek? Már bűn hivatkozni a filmjeire? Bűn azt mondani, hogy én nekem ez a kedvenc Woody Allen filmem, vagy a maz? Tehát ha tegyük fel ő egy megrontó, akkor az ő filmművészetét, ami egyébként nem csak az ő művészete, hanem az operatőré, hanem a színészeké, hanem a vágói, a világosítói, a hangmérnöki, és így tovább, akkor azt az egészet töröljük ki a kultúrából, és legyen ott egy anyhole alakú lyuk, meg egy Hanna és nővérei alakú lyuk a kultúra szövetében, csak azért, mert a Woody Allen mondjuk megrontó. Tehát tényleg erre szolgál a kultúra, hogy akiket elzavarunk a vörös szőnyegről, azokat ki is töröljük a kultúrából? Mert ez a kérdés, ez már súlyosabb és átfogóbb, mint az, hogy most ez a dokumentumfilm, ez hogy manipulál, és hogy a Woody Allen vajon megrontó-e vagy sem. Ez a cancel culture-ről szól, arról szól, hogy azért, mert egy alkotó, akivel azonosítjuk amúgy azt a filmet, azt az alkotást, elkövetett valamit magánemberként, azért az az alkotás veszít a művészi értékéből, és ha nem veszít a művészi értékéből, akkor ennek ellenére pusztán azért, mert civilben az alkotója elkövette ezt és ezt, az kitörölhető-e a kultúránkból? Emellett, amit mondasz, a másik borzasztó nagy fájdalmam a filmmel, meg az egész történettel kapcsolatban, kezdjük ott, hogy maga a történet gyalázatos. Mindenféle módon. Ha ez igaz, és ez tényleg megtörtént, akkor borzalom az, hogy nem derült ki, hogy nem történt legalább egy újabb vizsgálat, hogy nem próbáltak meg legalább újra vádat emelni, és nem lett meg mondjuk egy börtönbüntetés, és nem történt valódi igazságszolgáltatás. Ha nem igaz ez az egész, akkor egy nő egy egész életre megnyomorította a saját gyerekét, a gyerekeit, és valakinek tönkretette az életét. Egy dokumentumfilmnek kutya kötelessége lenne az, hogy legalább törekedjen minél inkább tárgyilagosan a végére járni, ha már egy ilyen dologgal foglalkozik, nem pedig ennyire manipulatív módon abba az irányba elmenni, ami nekem a legborzalmasabb része az egésznek, hogy hiteltelenné teszi azoknak az emberek a kérdések miatt, amiket fölvet a manipuláció, hiteltelenné teszi azoknak az embereknek a valódi fájdalmát, a valódi egész életre megnyomorodását, akiket tényleg abúzus ért. Akiket biztosan abúzus akiket ért, biztosan, itt, igen, igen. Itt az a kérdés, hogy eljárás nélkül el lehet-e ítélni egy embert, és végre lehet-e hajtani rajta az ítéletet
eljárás nélkül, mert Woody Allenen elkezdték az ítélet végrehajtását. A Woody Allennek a 49. filmje, az Esős nap New Yorkban című filmje nem lehetett bemutatva az Egyesült Államokban, mert az Egyesült Államokban egyetlen stúdió nem vállalta a bemutatását. Nem azért nem vállalták ezek a stúdiók a bemutatását, nem meggyőződésből, hanem félelemből. Hollywoodban felgerjedt ez a lincs hangulat a Woody Allennel szemben, és egyetlen stúdió vezetője sem merte a Woody Allen filmjét befogadni, mert azzal azt kockáztatta volna, hogy a hollywoodi szórakoztatóipari, tudatipari mainstream kitaszítja őt a köreiből. Ezt nem kockáztatja senki. Tehát valójában eljárás nélkül elkezdődött a leszámolás a Woody Allennel, és elkezdődött a Woody Allen módszeres kiiktatása, kitörlése a kultúrából. Még vannak olyan európai stúdiók, amelyek vállalják a Woody Allen filmjének a bemutatását, ugyanis a kultúra, ahogy az időjárás csak lassan hömpölyög át az Atlanti-óceán felett, de semmi kétségünk nem lehet afelől, hogy előbb-utóbb eljut Európába is. Ez az Önkényes Mérvadó Puzsér Róberttel, Horváth Oszkárral és Csízi Ágival itt a Spirit FM-en. 06 30 011 07 25, ide még várunk SMS-eket, bár egyébként rengeteg érkezett, és nem is tudom, hogy mennyinek a feldolgozására maradhat időnk. A Woody Allen filmmel kapcsolatban, az Ellen kontra Ferro című filmmel kapcsolatban, a még a címében sem korrekt filmmel kapcsolatban egyébként, de ez az egész élet, ami ennek az embernek, akár Maya Ferrónak, akár az általa örökbe fogadott gyerekeknek jutott, azt gondolom, hogy méltatlan. Egyébként rettenetes, tudod, hogy igazságtalan ez a jelenlegi állapot, hogy a lincselés az a komment mezőkön keresztül, mint intézmény, visszaszivárgott a médiába, és most már újra a 19. századi vadnyugaton lehetünk, vagy az 50-es évek Amerikájában. Hát van még pár száz évvel korábban, amikor alig várták, hogy melyik követ tudják fölkapni, hogy széjjel verjék hol elítélt, igen, hol nem elítélt, boszorkány mágián égetést. Miközben azért, miközben szóvá tesszük, hogy ez így nem igazságszolgáltatás. Ugye az igazságszolgáltatás, a bírói döntés ott sem születik meg, amikor egy gyereket megrontanak. Tehát nem megy el egy megrontó egy bíróságra, hogy szabad? Jaj, jóvá hagyom, mehet. Tehát, hogy velük tudod, nem tudjuk, ők is védtelenek. De nem tudjuk megakadályozni, mert a helyzet az, hogy addig, ameddig senki ellen nem szól semmi, addig az államnak nincsen joga közbeavatkozni. Ja. Érted? Tehát, hogy az van, hogy amíg az a gyereket a szülei nevelik, és amíg az a szülő az nem utalt arra, hogy az meg akarja rontani azt a gyereket, addig nekünk azt kell feltételeznünk arról a szülőről, hogy az a szülője a gyereknek, és nem a megrontója. Nem léphetünk közbe, mert nincs miért. Autóvezetéshez könnyebb ugye jogosítványt szerezni. Az a kérdésem, hogy olyan dokumentumfilm nincs-e, amelyben, ami arról szól, hogy Maya előző férjének, André Previnnek miért lett elege. Egyébként, tehát ő sem szólal meg ebben a filmben, nyilván nincsenek is jobban, hiszen André Previn ráment Mia legjobb barátnőjére. Tehát, hogy milyen ideálisnak van beállítva egyébként az előző férje a Mia Ferrónak? Hát, ahhoz képest, hogy a saját nevelt lányoddal jön össze a pasit, talán lehet, hogy kevésbé vagy a legjobb barát. Bárcsak Woody Allen a legjobb barátnőmmel jött volna össze. Ez elhangzott egyébként a végén, mint egy félmondatként, de ugyanígy az sem merül föl, hogy sokak szerint Ronan feltűnően hasonlít Frank Sinatrára, aki egyébként... Mia Ferrónak a feleségeből. Férje volt. Akit megpróbálnak úgy beállítani, mint a valódi élete szerelme, vagy nem. Mert ezt mondja. Igen. Figyelj, én nem azt kérdeztem, hogy mit tett André Previn, hanem hogy mit mondana André Previn arról, hogy miért kellett a bárki másnál vigasztalást vagy örömöt keresnie. Tehát, hogy valószínűleg elviselhetetlen volt ez a Maya Ferro. Ugyanakkor azt érzem, hogy míg én a Diane Keaton-t feltételezem, mint inkább szellemi társ a Woody Allen mellett, ott addig úgy érzem, hogy a Maya Ferro az egy érzelmi ember. És pont vele
történik meg ez a két árulás, amiben biztosan lehetünk. Az, hogy Sunnyivel érte le az élete hátralévő részét Woody Allen, és hogy a legjobb barátnőjét hogy mondjam, szedte fel a volt férje André Previn. Hát ha csak az érzelmi részét nézem, és lehámozom ezt a botrányt és pedofil gyanúsítást, vagy megtörtént, vagy ne, hát nem lennék annak a nőnek a helyében, aki kettő ilyet átél, akár egymás után, akár nagyobb időközökkel, hogy összejön az egyik férj a legjobb barátnővel, és utána pedig később a nevelt lánnyal. Ez kétségkívül traumatizál. Azt, hogy ki hogyan reagál rá, és hogy valóban az történt-e, hogy erre fölül bosszú hadjáratot indított, bele rángatva a saját gyerekét, és elhitetve netán a gyerekkel, hogy ő vele történt, ami történt, és ebben a hitben él végig a gyerek egy egész életet, hát az viszont már nem fér bele semmibe, ha ez így van. Mindeközben, amíg ugye Maya Farrow a bármilyen kapcsolatából és az egész életéből, és nem, és szinte biztos vagyok benne, hogy a gyerekkorából is származó sebeket nyalogatja, ezeket a sebeket egy Connecticut-i tóparti házban nyalogathatja, amelynek a fenntartásához olyan éves bevétel kell, amit most nem számosítok, de ezt nekem elmondta egy ottani építész, hogy azon a környéken, ahol másfél órát tudsz vezetni a kocsiddal úgy, hogy csak és kizárólag ilyen 12 szobás óriás házakat látsz, ahol így keresztbe ugrik egy őz. Ő ott nyalogathatja ezeket a sebeit, tehát ez, az ő életszínvonala azért maximum abban gátolja meg, hogy a filmes szakmát befolyásolja, amely azért Woody Allenhez húz, de abban nem, hogy lefizessen egy orvost, egy pszichológust, megvegyen egy köztisztviselőt, tehát ahhoz ő éppen elég befolyásos ember. Itt nem arról van szó, hogy a világ összes pénze vagy Woody Allené, vagy Maya Farrowé. Maya Farrow egy nagyon tehetős nő. Ennek a filmnek a legsúlyosabb hazugsága és a legmegbocsájthatatlanabb manipuláció, amit végrehajtanak az HBO úgymond dokumentumfilm filmesei, hogy azt állítja a film, hogy aki képes arra, hogy nála 40 évvel fiatalabb lányokkal henteregjen, és aki ekkora korkülönbségre gerjed, mint a Woody Allen, az képes arra is, hogy megrontsa a saját, kiskorú gyerekét. Tudod, ez itt az igazi probléma, hogy nincs eldöntve, hogy itt mi az igazi vád Woody Allennel szemben. A 4 óra alatt nem dől el, hogy az igazi vád az az, hogy pedofil, vagy az igazi vád az az, hogy egy gusztustalan vén kéjenc, aki fiatalabb, nála sokkal fiatalabb lányokkal akar henteregni. És tudod, mind a kettő elhangzik, mind a kettő folyamatosan, párhuzamosan vád, mert az egyik érv, a másik következtetés. Azzal érvelnek, hogy ő egy gusztustalan vén kéjenc, aki fiatalabb lányokkal akar henteregni, meg hentereg is, és ebből vonják le azt a hamis következtetést, hogy tehát akár a pedofiliára is képes. Hiszen olyan aljadék, hiszen olyan szégyentelen. Van erre egy szó, ami itt zajlik a szemünk láttára. Szexuális ellenforradalom. Nyílt támadás 1968 ellen. Szeretném kijelenteni, hogy 40 évvel idősebb férfiakkal nagykorú lányoknak szexelni valid. Ezek a lányok, ezek a saját testük felett rendelkezhetnek. Senki nem rendelkezhet. Sem Hollywood, sem az HBO, senki az ő testük felett nem bélyegezheti meg azt a szexuális aktust, és mondhatja azt, hogy gusztustalan. Senki nem hívta meg az HBO-t, hogy asszisztáljon ahhoz, ahogyan a Woody Allen hentereg a 20-30-40 évvel fiatalabb nagykorú nőkkel. Robi, ezek a nők felnőttek. Ezek a nők azt tesznek a testükkel, amit akarnak, és ha van 1968-nak vívmánya, akkor az az, hogy ebbe senki nem szólhat bele. Én nem hiszem, hogy a nyugati civilizációnak szüksége van erre az új prüdériára. Amellett, hogy egyetértek azzal, hogy a korkülönbség önmagában nem kell, hogy számításba kerüljön, senkinek semmi köze hozzá, azért a pontosság kedvéért említsük már meg, hogy nem 20-30-40 éves nőről beszélünk, hanem 17 éves volt, még gimnáziumba járt akkor, amikor már állítólag megvolt közöttük a viszony. Igen, tudom, hogy például Magyarországon is a Lilium Tiprát, tehát a büntető jog az 14 évet tekinti vízválasztónak, de azért a 17 év az nem ugyanez, mint a 25 év. Mindemel, és nem is biztos, hogy ez annyira tekinthető egy kiforrott, önálló döntésű saját teste és lelke fölött valóban rendelkezni képes felnőtt nőnek, azt gondolom, hogy nem.
De abban viszont teljesen egyetértek, hogy azt ide citálni, hogy ha ő egy 17 éves lánnyal összejön, ha ő 20 éves lányokat ír bele a forgatókönyvébe, akkor ő bizonyára tényleg úgy fogdosta a 2 éves gyerekét. Hát ezt nőként is kikérem magamnak. És pedofilként is. Nem, azt a magad nevében mondja. Robi, tegnap még a profilozással volt bajotok, írja a hallgató. Nyilvánvalóan a valakinek a profilja alapján nem kéne az illetőt elítélni, meg meghurcolni, meg világcsúfságára a nagy nyilvánosság előtt a nemzet sugárútján végig hurcolni taknyán, vérén, nyálán. De tegnap ugye egy elkövetett bűnhöz kerestek profil alapján egy elkövetőt. A Michael Jackson esetében ott volt a profil, és derült fény, sérült. Igen, és beleillik a profil. Igen, tehát arról van szó, hogy beleillik a profilba. Mi egy ilyen profilozás alapján nem ítélünk el senkit, úgy magunkban lehet, hogy akár elítélünk, de minden esetre nem ítélünk el senkit jogilag, semmilyen konzekvenciája nincsenek. Ugyanakkor meg hát a magunk véleményét azért árnyalja az, hogy az, ami elhangzik egy dokumentumfilmben bizonyos áldozatok, vagy magukat áldozatnak kiadó személyek szájából, az ráillik-e arra, akit mi a nagy nyilvános térben láttunk évtizedeken át Woody Allen vagy Michael Jackson képében, vagy pedig az a profil, az a személy, vagy mondhatom úgy, hogy az a média persona, az ledobja magáról ezeket a sztorikat. Én a magam nevében nem merem kijelenteni azt, hogy amit látok Woody Allenből, az alapján ráillik, vagy nem illik rá, mert láttunk már csodákat. Szerintem nem, de nekem nem ez a lényeg, hanem az, hogy hány helyen sántít a történet. Hány olyan részlet nem kerül említésre, ami szintén fontos. Például az, hogy a Dylant vizsgáló orvosok, ők ellentmondásokat találtak ugye a lánynak a vallomásában. Azt gondolták, hogy a gyerek sérülhetett az otthoni egészségtelen és stresszes környezettől, az anyja hatást gyakorolt rá, és ezzel fixálódhatott a fejében maga a történet. Állítólag a vallomása során nagyon sokszor összevonta a vallomását a kisgyerek azzal, hogy szegény-szegény anyukája milyen nehéz helyzetbe került. Amikor először megkérdezték, vagy megmutattatták vele, hogy hol ért hozzá a Woody Allen, akkor a vállára mutatott. Utólag azt mondja az anyja, hogy hát azért, mert nem akarta más, vagy nehezen tudott rámutatni a nemi szervére idegenek előtt. Nem esik szó a fenyegetésekről, arról a tébolyult hadjáratról, amit egyébként érzelmileg még mondom, értem is, hogy egy zaklatott állapotban történik ez, az, vagy mond ez, azt, vagy átszúrja gombostűvel a fényképeket, vagy tudom is én. Ott van ez a videófelvétel, amit bizonyítékként citálnak elő a dokumentumfilmben, mondjuk így, meg aztán később a bírósági ítéletnél is újra meg újra. De hát ez a videófelvétel otthoni környezetben megállítva történt. Nem az történt, hogy leült a gyerek és elmesélte a történetet. Itt is felmerül a kérdés, hogy ez azért van, mert az anyuka kíméletes volt, és nem akarta nagyon-nagyon hosszan nyúzni ugyanezzel a témával a gyerekét, mert elméletileg akár ez is lehet. Egy telefonszünetet igen, közben. Igen, ez is lehet. De a másik oldalról nem lehetett bizonyítékként használni, tehát én el tudom képzelni, hogy ez a vádemelés, ez nem azért nem történt meg, mert ez az ügyész, akinek a teljes sajtótájékoztatóját nagyon szívesen végignéztem volna, de nem találtam a YouTube-on ezt a felvételt, igen, csak ezt a részletet. Ugye ez a Frank Mako nevű Connecticut-i államügyész, vagy nem tudom, vádképviselő. Ő lehet, hogy azt állította, hogy együtt ér ez a gyerekkel, fél, hogy ennek milyen következményei lennének ennek a procedúrának, és hogy ezért nem emelládat. Ennek, egyszerűen igen, nem igen, volt igen. Elegendő bizonyíték, de amit itt látunk, az mint PR bizonyíték az elegendő ahhoz, hogy rosszul érezd magad. De annyira közvetett, meg annyira, egy ellenérdekelt személy által készített, hogy nyilván ezt oda nem lehetett belistázni egy bíróságra. Meg, úgy rakja össze, hogy akarja, persze bizonyos mondatokat nem, de ami nekem a legfurcsább, és persze ez akkor már végképp egy általam is nagyon megkérdőjelezett felvetés, mert ki vagyok én, honnan tudhatom, hogy milyen állapotban van egy anyuka ilyenkor, salalala.
nehezen tudom elképzelni ezt a fajta higgadtságot, amit hallunk a Maya Ferro hangján, emlékeztek rá, a videófelvételek során kérdezgeti a gyereket. A gyereke, a saját gyereke éppen arról beszél, hogy hogyan rontotta meg őt az apja. Ez alatt, a felvétel alatt, azt hagyján, hogy fölveszi a csöngő telefont az anyuka, ami annyira abszurd, olyan nonsense, hogy ezen nehezen tudok túllépni, de olyan kedvesen beszélget a gyereke, és hol ért hozzád? Megmutatod még egyszer? Jó, és mit mondod? Jó, nem, te én hogy ebben nem... minimum furcsa, nekem nagyon fura, de ez már lehet, hogy tényleg messzire megy, de nekem nagyon fura. A hallgató arról számol be itt az SMS falon, hogy a Woody Allen gyíkká változtatta, de már elmúlt. Nagyon-nagyon jó érzékkel idézi ide a gyaloggalopot a hallgató. Ez az a boszorkány üldözés, igen, ez a kulturális kontextus, ami ide illik. Igen, erről van szó, ezt tapasztaljuk. Van még egy jelenet a filmben és a valóságban, amikor is talán a Yale Egyetem, nyilván a Yale Egyetem, ha Connecticutról van szó, annak a kifejezetten gyermek molesztálás ügyeket kutató pszichológiai intézete, tehát ez egy tanszék az egyetemen, folytat X ilyen session-t ezzel a Dylannel, a gyerekkel. 9-szer hallották meg. Ami egyébként önmagában rettenetes lehet, na de ennek a végeredményeképpen minket ez a film úgy tájékoztat, hogy nem küldi meg az ezt megrendelő államügyésznek a vizsgálat eredményét, hanem odahívja a szülőket, Woody Allent és Maya Ferrot, ahol megterít egy ilyen kis ilyen jéles, én ezt nem tudom, hogy ez most tényleg jéles volt, vagy jéles volt? Igen. Egy ilyen kis terítővel egy sajtótájékoztatónak, hogy ott Woody Allen, vagy akár Maya Ferro előadhassa az eredményt, amely pont abban ebben a vizsgálatban Woody Allennek rettenetesen kedvez, talán ők voltak azok, akik felvetették, hogy nem kizárt, hogy az anya súlykolására történt ez. De közben meg azt állítják, hogy ezt az eredményt, ezt az ügyészség meg nem kapta meg, vagy lehet, hogy ők is ezt az eredményt megkapták hivatalosan, és megint csak nem volt elegendő a vádemelésre. Én azért azt javasolnám, hogy azt mindenképpen jegyezzük meg ebből a filmből, vagy a sztoriból, hogy úgy van a közemlékezetben, hogyha történt egy, volt egy per, és Woody Allen fölmentették, nem volt vádemelés, nem volt vádemelésre, ügyész azt nyilatkozta, ami vagy rettenetes dolog, vagy tehát ez nem jelenti, hogy ez még felmentőbb dolog. A filmben azt nyilatkozta az ügyész, hogy ő nem kapta meg, tehát tájékoztatta ez a bizottság a szülőket, és a korrektség azért azt kívánja, hogy erről is beszéljünk, és ne csak arról, hogy a Woody Allen valószínűleg nem, hogy az minimum furcsa, hogy nem kapták meg, vagy az ügyészség, és miért a szülőket hívja föl, és ugye állítólag az is egy nagyon szokatlan, hogy a vizsgálatnak a jegyzetei, a mindaz, amiket a gyerek rajzolt, mondott, azokat megsemmisítették a vizsgálat után. Aha. Azért ez tényleg érdekes. Szóval az államügyész az arról számol be, hogy ez az élete végéig vele fog maradni ez a mulasztás, hogy ő nem vitte végig ezt az ügyet, mert hát ő abszolút a Dylannek hisz, és ott már a felnőtt Dylannel beszélget, már idős ügyész, hogy hát miért hozta ezt a döntést, és hát ő a Dylant akarta védeni, hogy a Dylan ne sérüljön az eljárás során, csak hát ez a Dylan, ez korábban hány alkalommal mesélt el? Kilenc különböző alkalommal mesélt el, hogy mi történt vele. Most egy tizedik alkalomtól annyira kellett félteni a Dylant, hogy tizedszer is elmondja, hogy nem került sor az eljárásra, és tudod, úgy van előadva az egész, mint hogyha hát nem került sor az eljárásra, amelyben nyilvánvalóan elítélték volna a Woody Allent, de hát nem kerülhetett sor, és tudod, hogy sajnálkoznak, hogy nem kerülhetett sor, úgy sajnálom, hogy nem kerülhetett sor, ezzel is a dokumentumfilm, úgynevezett dokumentumfilm, azt súlykolja, hogy ha az eljárás ez végig mehetett volna, nyilvánvaló mi lett volna az eredménye, de hát emiatt, hogy védjük a gyermeket, futni hagytuk a Woody Allent. Tehát, hogy prekoncepciózusan gyakorlatilag megelőlegezi annak az eljárásnak, amit meg sem rendeztek az eredményét. Az állítólagos dokumentumfilm már, mint a műfaját tekintve állítólagos, egyébként leplezetlenül nem az, még csak annyit nem írnak oda, hogy megpróbáltuk megkeresni Woody Allent, de ő nem volt hajlandó nyilatkozni. Megpróbáltuk megkérdezni, őt sem tudtuk utolérni. Legalább annyi fáradtságot vettek volna, hogy
odaírják a végére nincs, ezt a két nincs, semmi. Nincs a legesleg végén, és ugye epizódonként oda van írva, hogy Woody Allen tagadja, más se tehetne. A leges-leges legvégén ott lenne? Mintha a negyedik résznek a végén lévő diszklémerek azok bővebbek lennének. Ugye hiszem, hogy ez is egy jó kérdés. Volt, akit meg se kerestek, volt, aki megtagadta, meg ugye Woody Allent a bemutató előtt két hónappal keresték meg, valószínűleg egy készfilmmel. Az is egy jó kérdés. Az már csak az ő hitelüket javítaná, ha ebben még azon túl szerepelt volna, jó, ha ez a legvégén ott volt, akkor visszavarom érdemes, csak az a kérdés. Hogy egy érdemes-e egy olyan úgymond dokumentumfilmben szerepelni, ami számodra jól láthatóan minden kétséget kizáróan prekoncepciózus és a te befeketítésedre szolgál. Tudod, és már leforgatták a komplett dokumentumfilmet, és akkor ennek a stábnak, amelyik nyilvánvalóan le akar veled számolni, te teszel egy nyilatkozatot, amit aztán ők úgy vágnak, azt raknak bele belőle, amit ők akarnak, és bármit is, bárhogy is manipulálják, és bármit is hagynak ki belőle, te már asszisztáltál a téged lejárató dokumentumfilmhez, részt vettél a saját leszámolásodban. Én azt hiszem, hogy a Woody Allen is, meg azt hiszem, hogy a Moses Farrow is, meg a Sunyi Farrow is így gondolták ezt át. Teljesen hogy egy olyan dokumentumfilm, ami nyilvánvalóan az ő hazugságuk súlykolja. A legnagyobb hiba, hogyha ők odaállnak és a részvételükkel hitelesítenek egy ilyen lejárató kampányt ellenük. Köszönjük türelmüket! A közízlés ma is undorral tolta a tányér szélére mindazt, amit főztünk. Megbuktunk. És legközelebb újra megbukunk. Megmaradt hallgatóinkat, JD-t, Julient és Martint várjuk vissza itt, a Spirit FM-en, az önkényes mérvadó műsorsávjában.